Időutazás néhány négyzetméteren. Ezt jelenti tulajdonképpen a Szentendrén nyílt Lombard reneszánsz kiállítás. A megnyitó kétszeres ünnep volt, hiszen nem csak a 2 milliárd forint biztosítási értékű műremekeket csodálhatta meg a nagyérdemű, de végre valahára beléphetett a város legújabb patinás kávézójába is, amelynek az egykori kereskedőház adott honnt. Nem sokára mindennapos lesz a tömeg ebben az apró szentendrei kávézóban, ez alkalommal azonban megnyitóra gyűltek össze az emberek. Egyfelől abból az apropóból, hogy új kávéházzal bővült a dunaparti város, szűkebb értelemben annak főtere, másfelől pedig azért, mert annak szomszédságában a Ferenci Múzeumban híres külföldiek vendégeskednek, méghozzá észak-olasz mesterművek a reneszánsz korból. Ez az 56 kép mostantól egészen augusztus végéig várja a festőművészet rajongóit. Bár tavaly ünnepelte Magyarország a reneszánsz évet, a tárlat mégsem annak apropóján jött létre. A bergámói Accademia Carrara művei egyedül annak köszönhetik Szentendréig tartó útjukat, hogy az olasz Lombardia Bergamo tartomány és Pest megye kiváló kapcsolatot ápol egymással. Persze nem elég a jó viszony, hanem egy ilyen nívós kiállításhoz bizony az anyagi háttér is elengedhetetlen, mondja Szűcs Lajos, a Pest megyei közgyűlés elnöke. A városon nagyon jó kapcsolatunk van, a kiállítás megrendezéséhez kaptunk tőlük segítséget, de a kiállítás megvalósítása az a megyei önkormányzat, a megyei múzeumok igazgatósága és nagy lelkű szponzorok segítségével jöhetett létre. Szinte hihetetlen, de az 56 kép összesen 2 milliárd forint körüli értéket képvisel. Ritkaság, hogy egy múzeum megfelel az ilyenkor támasztott szigorú feltételeknek. A Ferenci Múzeum azonban alkalmas ezek befogadására, meséli a Pest megyei múzeumok igazgatóságának első embere, dr. Kálnoki Gyöngyösi Márton. 2 évvel ezelőtt itt a Ferenci Múzeumban már sor került egy nemzetközi kiállításra, ez a Barbizon kiállításunk volt. Ennek kapcsán tökéletesítettük a múzeumnak a biztonsági rendszerét, beleértve természetesen a tűzvédelmet is, illetve most a kiállítás kapcsán, jelen kiállítás kapcsán pedig a klimatikus viszonyait a régi múzeumi épület kiállító tereinek egyrésztről, és hát nyugodtan mondhatom, hogy 2 évvel ezelőtt auditált minket a Louvre-nak a főinspektora, és alkalmassá nyilvánította a múzeumot ilyen rangú kiállítások befogadására is. Természetes, hogy az őrzésről is megfelelő módon a nemzetközi szabványok előírásaira figyelemmel gondoskodunk. Én azt gondolom, hogy az állami garanciavállalás is ennek fényében születhetett meg, ezért nem kell effektíve biztosítást kötni az ide szállított műtárgyakra. Aki tehát nem szeretne Bergamoig utazni, hogy láthassa az észak-itáliai reneszánsz ilyen átfogó lenyomatát, amelyen visszaköszönnek a kor jellegzetes alakjai és népszerű szentjei, ragadja meg az alkalmat és látogasson el a Szentendrei Ferenci Múzeumba.